könnyű nekem eltalálnom, hogy mi a mondjuk a csúcspontja az életemnek. Elég régen volt a Sisyphus az. Voltam 33 éves, tehát igazi krisztusi életkorban voltam, és később igazolódott ez, hogy kiderült a Nobel-díjasokról, hogy öregkorúban kapják meg rendszerint, de fiatalkori teljesítményükért. Törekedtem is egész életemben arra, hogy ne próbáljak a Sisyphusszal versenyezni, mert reménytelen. Azt kell mondanom, hogy a maga nemében az nekem valóban egy utolérhetetlen. Úgy csodálkozom most is rá, hogy ezt én csináltam. Na most ez egy nagyon jó érzés, azzal együtt ugye, hogy ilyenkor az ember szóval szomorkodhatna is azon, hogy ma már erre nem képes, de az életkorokhoz sok minden egyéb is kötődik, tehát az ember érzi a változásokat szokásaiban, idioszinkráziáiban, mániáiban, hogy változunk. Hogy ez a fajta változás nyilván benne van abban is, hogy tőlem nem is lenne helyes elvárni, hogy egy Sisyphus-szerű filmet csináljak. Akkor ez egy sorozatnak indult, és a sorozatot is terveztem, ugye elkészült belőle több darab, de mondjuk a három közül, vagy négy közül, ami készült végül is, ez lett a legsikerültebb. De ez nem azt jelenti, hogy én a tragédiát nem vállalom például, vagy hogy nem reménykedem abban, hogy a Toldi lesz a legjobb, amit most tudok kinyomni magamból, kinyomni magunkból, mert nem egyedül csinálom. Mindaz, amit én úgynevezett művelődés történettel töltöttem együtt, az alapvetően vizualitásra épül. Ugye egy nagyon fontos fordulópont a pályámon, amikor én a csodaszarvas témával kezdtem el foglalkozni. Hoppá Mihály barátom, aki az egyik szerzője egyébként ennek az albumnak, akkor ismerkedtünk össze, adott nekem kölcsön egy könyvet, ami a finnugor csillag mitológiával volt kapcsolatos, és az derült ki a számomra, hogy az az ember, aki ezt megírta, hiába nagy tudós, nem nézett soha az égre. Tehát a vizuális elemek hiányoztak az ő gondolkodásából. Tehát ez nyitott előttem egy kaput, hogy hatalmas terület van, ahol vizuálisan kell értelmezni dolgokat. És a szerencsém az volt, ugye, hogy a János Vitéz elkészülte után, engem szúrtak ki a Magyar Népmese sorozathoz, és akkor én már persze olyan voltam, hogy nekem muszáj ehhez rengeteget olvasnom, és akkor írtam egy hatalmas tanulmányt, ami aztán nem jelent meg, ki is dobtam, de forrásává vált az én mondjuk mesekutatásomnak, és erre minden rátapad. Szóval ez valami olyan, mint egy mágnes, hogy magához húz bizonyos témákat, és az nyilván az én szelekcióm, az vizuális jellegű. Tehát azt szerint válogatok, hogy ez lehet ad abszurdum nyelvi természetű is, mert a nyelv is vizuális, tehát a magyar nyelv különösképpen. A témához keresek stílust. És így aztán adja magát, ugye, hogy készült egy János Vitéz, most készül egy Toldi. Mondjuk a Toldi nem lehet olyan, mint a János Vitéz, mert arany nem olyan, mint Petőfi. Tehát én, ha mind a kettő ráhúzakolom a magam világát, az nem biztos, egy létező világát, ami nincs, az nem lenne szerencsés. És az ember tragédiájánál, ami ebből a szempontból kiemelkedő probléma volt, mindenki azt kérte számon, hogy miért nem egységes az elejétől végig. Mondom, az borzasztó lett volna, mert akkor ez olyan lett volna, mint egy képregény, ahol az a feladat, hogy Ádámot és Évát, meg Lucifert mindig meg kell ismerni azonnal, az egységes stílus kíván, és olyan érdektelen lett volna. Úgyhogy szerintem én ezt az utat járom, és az jó út.